Október 6. -a. Újjászületés. Amikor az Istennek tetszett, hogy kijelentse az ő fiát én bennem. Galácia beliekhez írott levél, első fejezet, 15. és 16. verséből. Milyen nehézséggel áll szemben Jézus Krisztus, ha engem újjá akar teremteni? Van egy örökségem, amibe nem volt beleszólásom, nem vagyok szent, valószínűleg nem is leszek soha. És ha Jézus Krisztus csak annyit tehet, hogy megmondja, szenté kell lennem, akkor tanítása csak kétségbe ejt. De ha Jézus Krisztus megváltó, aki belém helyezheti a saját örökségét, a szentséget, akkor már kezdem megérteni, mire céloz, amikor azt mondja, hogy szenté kell lennem. A megváltás azt jelenti, hogy Jézus Krisztus minden emberbe belé helyezheti saját öröklött természetét, és minden kívánalma ehhez a természethez szól. Tanítása az ő belém plantált életére vonatkozik. Az én dolgom, hogy döntsek, beleegyezeme Istennek a bűnfelet kimondott ítéletébe. Ez Jézus Krisztus keresztje. Az új szövetség azt tanítja az újjászületésről, hogy amikor egy embert a rászorultság tudata lesújt, Isten beleplántálja szent szellemét az ember szellemébe. És ekkor az ember szelleme erőforrásra talál Isten fia szellemében, míg ki nem ábrázolodik bennetek Krisztus. Galatákhoz írott levél, negyedik fejezet, 19. vers. A megváltás csodája, hogy Isten új természetet tud belém helyezni, amely által egészen új életet élhetek. Amikor végső szükségbe jutottam, és beismerem tehetetlenségemet, akkor mondja Jézus: Boldog vagy! Csak hogy el kell jutnom idáig. Isten a Jézus Krisztus természetét nem oldhatja belém, aki saját felelősséggel bíró erkölcsi lény vagyok, anélkül, hogy azt tudatosan ne kívánnám. Mint ahogyan egy ember által lépett be a bűn az emberiség életébe, ugyanúgy a Szent Szellem is egy ember által jött. A megváltás lehetővé teszi, hogy megszabaduljak bűnörökségemtől, és Jézus Krisztus által új, szeplőtelen örökséget kapjak a Szent Szellemet.